És akkor most innen folytatjuk a beszélgetést dr. Hatházi Ákos képviselő úrral. Tegeződés lesz a beszélgetés nyelvtani szerkezete. Ennek több oka van. Egyrészt ez az egyenlőség és a tegeződés rádiója, tehát itt mindenkivel tegeződünk. Szeretettel köszöntelek, és nagyon köszönöm, hogy elfogadhat a meghívásunkat. Én köszönöm, Szerusz. A tegnap Szalai Krisztával arról beszéltünk, hogy az emberek milyen okból képesek ragaszkodni hosszú időn keresztül a hibás döntéseikhez, akár akkor is, amikor már felismerték, hogy hibás ez a döntés. Megmondom őszintén, hogy a műsorötletet te adtad, azzal a cselekedeteddel, amikor Fidesz képviselőként fogtad magad, önkormányzati képviselőként, és fölálltál, és azt mondtad, hogy, hogy ezt nem lehet tovább. Nyilván ennek megvoltak az okai, tehát megvoltak olyan ténybeli okai, mi erre vezettek téged, de engem az érdekelne, hogy lélekben hogy élted ezt meg, mert azért nem nem egyszerű dolog az embernek szembesülni azzal, hogy volt egy olyan döntés, amilyen volt, és nem egyszerű vállalni annak a következményt, amit rádzódultak a kormány sajtóból. Ugye nyilván itt ennek a rádiónak a, az otthona sokat foglalkozik a lélekkel, a lélektannal és a kérdés is ugye egy nagy kérdés, és nagyon sokat lehetne tulajdonképpen csak erről egy órát lehetne beszélgetni, de inkább én ezt az első, a kérdés első felét fognám egy picit meg, de azt se ilyen általánosan az volt az első kérdés, hogy miért ragaszkodnak ugye az emberek rossz döntéseikhez ezt a kérdést aztán ugye leszűkítjük arra, hogy miért vannak még mindig olyanok, akik ott maradtak a Fideszben, tulajdonképpen így lehetne leegyszerűsíteni a kérdést. És hogyha viszont lélektani oldalról nézzük, akkor én pedig hagy idézzek fel egy Fideszben hallott előadást. Ez még akkor volt, amikor Képviselőjelölt lettem nagyon régen, 2006 környékén, és ott a Fidesz egyébként nagyon helyesen azt mondta, hogy aki jelölt akar lenni, az képezze magát, legalább az alapjait a politikának, jelöltségnek kapja meg, és akkor nekünk kötelező volt azt hiszem 20 ezer forintot befizetni a Lakitelek alapítványnak, és abból egy ilyen háromnapos képzésen részt venni a Szóli Deo Glóri eh, eh, református telepen volt ez a továbbképzés. A lényeg az, egyébként ez egy ö, jó dolog lenne, bár akkor egy kicsit berzenkedtünk, hogy ez miért, meg hogyan, de egy ö, visszatekintve ez egy nagyon színvonalas ö, képzés volt, és ö, sajnos már ellenzékben, ugye az ellenzék jelenlegi állapota is, ö, a állapota is felelős ezért, ellenzékben nagyon sok kan, ezt nem kaptak ilyen képzéseket, ez, ez látszik. A, de a, ott komoly jó előadások voltak, és ez a hosszú bevezető ugye erről szólt, hogy ott én hallottam egy nagyon komoly pszichológiai előadást, sajnos úgy tűnik, hogy a Fidesznél vannak prostituálódott nagyon komoly szakemberek, társadalom szociológusok, társadalomkutató, pszichológusok, szociálpszichológiával foglalkozó emberek, és ott nekünk egy, egy, nekem megmaradt az a, 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 a magyarázat, ami alapján ők azt mondják, hogy az embereket ugye sokféleképpen lehet kategorizálni, de a, lehet a csoporthoz tartozás alapján is kategorizálni. És állítólag ez egy elég fontos, gyakori beosztás, háromféle ember van. Az egyik számára nagyon-nagyon lényeges, nagyon fontos, szinte a legfontosabb a csoporthoz tartozás élménye. É, és é, ha az a csoporttal bármi gond van, é, akkor is maradék nélkül elfogadja azt és, és ragaszkodik hozzá. Ugye a példa nyilvánvaló, ugye például a Fradi Ultrákat lehetne erre mondani, ők akkor is azt mondják, hogy a Fradi Isten, és mindenki más a hibás, és ők a, ők a legjobbak, amikor a Fradi ugye MB2-be volt, volt ilyen időszak is, akkor is é, kritika nélkül elfogadják, és számukra minden, ez mindennél fontosabb. És azt mondta ez a szakember, hogy ez körülbelül az emberek egy harmadra. Van ugye a másik harmad, aki számára ez egyáltalán nem fontos. Tehát őt, őt nem érdekli ez, neki ez, ez, ez nem fontos. Ettől, ezek ugyanolyan értékes emberek, és az fontos egyébként azt is elmondani, nagyon sokszor a lenézzük azokat az embereket, vagy nem akarjuk megérteni azokat az embereket, akik a végletekig ragaszkodnak a, a, úgymond a csoportjukhoz, akár a Fideszhez, mert ilyen is van, de majd erről még beszélek. 嗯、uh de vannak olyanok, akik akik számára ez nem olyan lényeges a, a, az életüknek, és hogyha azt látják, hogy ö, probléma van egy egy csoport, akkor minden további nélkül ö, tovább fognak ezen lépni. Hogyha a focista hasonlatot nézek, akkor ezek azok, akik akik ugyan szeretik a focit, de de amikor a magyar foci ugye nagyon rossz volt, akkor azt nem nézték, és azt mondták, hogy akkor néznek spanyol focit, és, és nekik ez nem fontos. És nyilván a kettő között ö, van egy ö, másik egyharmad, aki számára fontos a, a, a az, hogy tartozik valahova, vagy hova tartozik, de természetesen kritikus, és nyilvánvalóan próbálja, ha azt látja, hogy baj van, akkor azt próbálja ö, ö, meg, meg, megjavítani. A, én azt gondolom magamról, hogy valószínűleg ebbe a harmadik csoportba tartozom. Én vállalom azt, hogy miért mentem annak idején oda, de amikor láttam, hogy mi történik, akkor próbáltam nyilván ezen valamit javítani. Először, amíg nem 2010-es időszak előtt azért bíztam abban, hogy ez inkább egy helyi jelenség, és majd ugye az országos vezetés, hát az, az majd helyre teszi ezeket a dolgokat, hogyha tud róla, nyilván nem volt könnyű eljutni, és nem is tudtam eljutni ezekhez az országos vezetőkhöz, de aztán a tízes időszak után egyre inkább láttam, adatbázisokból is több volt már, ugye a Unió kérte, hogy nézzük, hogy legyenek ilyen adatbázisok a közbeszerzésekről. Lehetett azt látni, hogy minden tulajdonképpen országosan is így működik, és ugye a legutoljára a trafikügy volt, ami bebizonyította, hogy ez, ez országos Országos jóváhagyással történik és szervezettséggel történik, és nyilvánvalóan ezt nem lehetett hagyni. Az, hogy miért vannak még emberek ott, én azt vallom most már sajnos ezt kell mondani, hogy aki tevőlegesen bent van, és pártakként bent van, vagy akár funkcionálisként, vagy politikusként, akár helyi politikusként bent van ott sajnos ö, nem nagyon van másról szó, és megint csak három kategória lehet. Az egyik az a társtettes, tehát aki önmaga is ö, ö, önmaga is ö, élvezi, részese vagy, részese vagy, részese vagy élve, haszonélvezője ennek a rendszernek. Vannak ugye a cinkosok, akik, akik azt gondolják, hogy bizonyos jó tehát bizonyos céljaik miatt, amik akár lehetnek nemesnek hangzó célok is, emiatt el kell ezt fogadni, hogy ezek ezt csinálják, és hát sajnos nyilván vannak olyanok, akik nincsenek tudatában azzal, amit, amit csinálnak, tehát akik, akik de ez, én azt hiszem, hogy aki, mondom, tevőlegesen benne van, azok között ebből nagyon kevés van. Tehát ahhoz nagyon butának kell lenni, hogy ezeket ne lássuk, ezeket a folyamatokat, a, a szavazók, hogy, hogy miért maradnak még ott, arról megint lehetne egy órát beszélni, de alapvetően én úgy szoktam fogalmazni, mert nagyon sokszor hallja az ember, hogy agymosodtak, meg, meg meg ilyeneket, én ezt nem mondom, megtévesztett emberek, ahol olyan propaganda propagandagépezet kiépül, mint Magyarországon kiépült, azokban az országokban mindig jó esély van rá, hogy a hatalom az emberek többségét meg tudja meg tudja téveszteni, és nagy valószínűséggel azért ezeknek az embereknek a nagy része, ugye abból a bizonyos első csoportban van, tehát akik számára ugye nagyon lényeges, hogy Font akkor ő, a ők hol vannak, osztaltás. és ha már egyszer a Fideszbe mentek, és a Fideszre szavaztak, akkor azt mondják, hogy akkor maradunk ott. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon értékes gondolatok. Engedd meg, hogy. Örvin Sót, aki nem olyan híres, mint a J.B. Só, de nem volt rossz író. Van egy megállapítása pártagokra és mindenféle szervezethez tartozó emberekre vonatkozóan. Egy szervezet tagjába egyszerre három tulajdonság kizárja egymás jelenlétét. Az első az a szervezethez való hűség, a második a becsület, a harmadik az intelligencia. Röviden összefoglalva, nincs olyan szervezet, aminek egy ember minden döntésével egyértelműen egyet tud érteni, ha van ilyen, akkor ott hiányzik az intelligencia. Ha ö, nem ért egyet, de elhallgatja, akkor hiányzik a becsület, ha megmondja, akkor meg hiányzik a szervezethez, vagy a párthoz való hűség. Szóval tulajdonképpen így foglalható össze, amit elmondtál. Nagyon, nagyon köszönöm, és nagyon érdekes volt akkor. Most beszéljünk a mostani státuszodról. Én nekem azért nagyon, és azért vagy itt, mert ő, én elhatároztuk, hogy nem nagyon hívunk országgyűlési képviselőt, se ellenzéki, se kormánypártit, mert Bödücs Tibor idézve ennek az országnak két nagy problémája van, az egyik a kormány, a másik meg az ellenzéki oldal, de te kilógsz, -e? tehát te nem vagy a rendszer része. Tehát te kiszálltál ebből a rendszerből, mert valószínű, hogy te is úgy látod, hogy itt nem az ellenzékkel, meg a kormányjal van baj, hanem az egész rendszer működése úgy, ahogy van. Nem elfogadható. Igen, én azért örök optimistaként, bár most egyre kevésbé tudok bízni, hogy ezt ugye az ellenzéknek is meg kell értenie, hogy a, itt most már csak két út van, tehát lehetünk a rendszer része ellenzékiként is, vagy pedig valóban a rendszer ellenzékének kell lenni. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert nyilvánvalóan azon az úton, amikor megyünk a demokráciából a diktatúrába, akkor mindig eljön egy olyan időpont, amikor már borzasztóan oda kell figyelni arra, hogy az ellenzék is szolgálhatja a hatalmat. Például és akkor, legitimálja. Legitimáljuk a hatalmat, és a hatalmat úgy tudnilik, a nagyon kevés diktatúra, sőt, én nem ismerek olyan diktatúrát, amelyik nem azt mondaná magáról, hogy ő demokrácia. Tehát a diktatúrának az a lényege, hogy ők azt nem, nem azt szokták igen, én diktátor vagyok, ezek a világon mindenütt, ugye azt mondják, hogy ők demokrácia, ugye ilyen a, még az észak koreai diktatúra is arról beszél, hogy ő demokrácia, Putin is arról beszél, hogy ő demokrácia, van is neki parlamentje, van is neki ellenzéke, papíron, tehát parlamenti ellenzéke, a, a, a látszat ez mindig fontos. Akkor, amikor már választásokon nem ö, ö, legyőzhető, vagy nagyon ne, nagy, nehezen legyőzhető, vagy alig legyőzhető a, a, egy hatalom, akkor aki az ellenzékben van, annak borzasztóan-borzasztóan oda kell figyelni, hogy, hogy, mit csinál, és, és, és ö, mikortól lesz a rendszer része, és mikortól lesz a rendszer ellenzéke. Ezt most szerintem egyelőre nem sikerült az ellenzéknek erre jó választ adni, sőt, ö, a legnagyobb baj az, hogy ö, meg se próbáltak erre választ adni. Én ezután a választás után sajnos tényszerűen tudom mondani, végigolvastam nagyon sok ö, elemzést kollégáktól, tehát a ö, um, Ungá Péterrel nagy interjú, Karácsony Gergely, Nagy Tordai, úrral nagy interjújak, a Péterre nagy interjúkat olvastam. Gyakorlatilag egyetlen, Jánbor Andrással nagy interjút olvastam. Egyetlen egy szót nem beszéltek arról, hogy milyen körülmények között zajlottak ezek a választások. És ez azért nagyon nagy baj, mert hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor tulajdonképpen elfogadtuk ezt a rendszert, és akkor nem nagyon lesz esély rá, hogy a következő választás az más

rendszer alatt van. Hogyha egy picit, ugye most ez olyan jó műsor, mert itt nem öt perc alatt kell mindent és jelszavakban, hogy lehet gondolkodni, ezért próbáltam összefoglalni ilyen P betűkkel, hogy, hogy mik, mi miatt nem beszélhetünk már valódi választásokról, mint ahogy nem beszélhetünk demokráciáról ebben az országban. És, és ugye például egy P betű a pártállam nyilvánvalóan a, azzal, hogy a, a nagyon sok olyan állami szereplő van, vagy önkormányzati szereplő, a polgármesterek, akik kiszolgáltatottak a Fidesztek, akik kiszolgálják a Fideszt. Ugyanígy sajnos hogy nyilván az ügyészség az teljesen egyértelmű, de sajnos már a bíróságnak is a legfelső bíróságban olyan emberek vannak, alkotmánybíróságban sorolhatnánk. Tehát ez, erről, erről, ugyan beszéltünk, de nem, nem nagyon tettünk vele valamit, és úgy tűnik, hogy a mostani rendszerben, mintha ezt elfogadná az ellenzék, sőt, már hallottam olyan elemzéseket is, hogy, hogy hát az volt a nagy baj, hogy ezekkel foglalkoztunk, úgymond ezekkel a szimbolikus kérdésekkel, ezeket kimondják már komoly, komoly emberek. Nagyon, magukat nagyon komolynak, csagár, tartó magukat emberek. komolynak tartó emberek. Van ugye egy másik P, az a, az a, az a propaganda. A, Amiről én sokat beszéltem, de ezt is hallom, hogy valakik már most már csak ilyen enyhe média súlyról beszélnek, ez teljes tévedés. Amíg propagandagépezet van, addig ott fogunk tartani, mint most kezd helyen, amikor ha egyszerűen megijedtek a propagandától. Ha lett volna jelölt, nyilvánvalóan volt, van kezd is nagyon tisztességes, szolgálmas, jóra való emberek, akik egyszerűen nem vállalták a kockázatot, azt mondták, hogy valószínűleg nem nyernek, viszont az biztos, hogy a következő egy hónapban akkor a propaganda kicsinálja őket, és akkor inkább nem indultak. A harmadik P betű ugye a pénz. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a, a kormánynak ezerszeres pénzösszege van arra, hogy csinálja úgymond ezt a, ezt a politikát, és hát a negyedik baj az, az, az maguk a pártok, tehát azok a pártok, akik ezt elfogadták, és hogyha megnézzük sajnos ezeknek a pártoknak a bevételeit, ami kicsit összefügg a pártokkal, a pénzzel, nagyon is összefügg természetesen, gyakorlatilag tagdíj bevételeik alig-alig vannak, ez azt jelenti, hogy a, ö, minden szálon a, a kormánytól függnek. tehát attól, hogy ezek a pártok léteznek, ezek a, ezek a kormánytól Függenek. Márpedig, hogyha valaki anyagilag függ valakitől, akkor attól lehet kérni dolgokat. E, e, és hát nagyon konkrétan a legutolsó e, ilyen eset volt, amikor e, én tudom, mert maga Momentum is például e, ugye, hozott olyan határozatot, hogy nem fognak részt venni a alakuló nyitó ülésén a parlamentnek, mert tiltakoznak a választás körülményei miatt végül, ugye mivel függenek pénzügyileg a, a kormánytól, mert megüzenték nekik, hogy akkor szeptemberig nem fogunk titeket felavatni, és akkor nem lesz, nem lesz, eskü, nem lesz, nem füzetés, lesz frakció. Nem lesz eskü, nem lesz frakció. Nem lesz ezért végül hoztak egy rossz döntést. Nyilvánvaló, hogy azzal, hogy nem megyünk be egy nyitó ülésre, nem fogjuk megdönteni a rendszer, de az egy nagyon fontos szimbolikus lépés lett volna, részemről az is volt, ahhoz, hogy kényelmes kérhessük az embereket, hogy segítsenek abban, hogy ezeket a változásokat tegyük meg. Bocsánat, hogy ilyen gyorsan, vagy hosszan beszéltem. Nem, egyáltalán nem hosszú. Ennek a műsornak az a lényege, hogy itt mondja el az ember azt, amire gondol. Tehát nem szólóként közben, mert nincs sok ok értelmű. Viszont akkor a te most mi? Még megválasztott képviselő vagy, de még nem tetted le a képviselői fogadalmat? Én úgy szoktam mondani, hogy én egy országgyűlési képviselő vagyok, akit Kövér László meggátol abban, hogy a jogait gyakorolja. Ugye egy, ráadásul egy egyéni képviselő, tehát rám több mint 30 ezer ember szavazott zuglóban, egyéni képviselőként megválasztott képviselő vagyok. Én azt mondom, hogy egy nem tisztességes, nem demokratikusan választáson voltam megválasztva, de ugye ezt a nem én csaltam el ezt a választást, nem azt a Fidesz ö, ö, választotta, és hogyha a kövérékas a Fidesz azt mondja, hogy ez egy valódi választás volt, akkor az ő logikájukkal szemben egy valódi választáson egyéni körzetben megválasztott képviselőt akadályoznak abban, hogy a jogaival éljenek, még a parlamentbe se léphetek meg, be. Ugye elvileg mentelmi jogom az van, az, az, az törvényileg az van. Megkaptam egy kártyát a, a, a képemmel, meg a parlament képével, de be, be, belépni nem léphetek vele. Itt nyilvánvalóan lehet persze a propaganda azt mondja, hogy hát nem akart felesküdni, de természetesen egy országgyűlési képviselő, egy megválasztott országgyűlési képviselő, azért az országgyűlés elvileg a népképviseletnek ugye a legfelsőbb szintje, az dönthet úgy, hogy egy jogával nem él tiltakozásképpen, vagy később akar élni egy jogával, de hogyha ezt a hatalom mondja meg róla, hogy mikor élhet vele, hát az természetesen, az már, az, az-az már maga konkrétan a diktatúra. Ugye itt ö, volt ilyen a, a Világháború után ugye a kisgazdákat is ugye így a kommunisták ugye gyakorlatilag részben így kék csinálták ki. választák. Az, az, az arról is lehetne, hogy az, az a választásoknak a amúgy az nagyon fontos volt nem is csak a kék cédul, hanem a B-lista, tehát arról is lehetne beszélni. Ugyanezt történt, ugye elcsalt választásokon vették át és erősítették meg a hatalmukat. Én ugye azért hozom, szoktam ezt a példát mondani. Ott volt olyan, hogy egy kis gazdát egyszerűen ö, ö, lefogtak, elvittek, és akkor ugye nem tud bemenni a parlamentbe, nem tud ö, szavazni. Ö, hát itt tulajdonképpen ennyi erővel a kövér le is kötözhetne. Ugye itt ugyanarról van szó, ö, nem enged be a parlamentbe egy megválasztott képviselőt. A, ö, ezzel együtt mégis úgy gondolom, hogy én jól ö, ö, döntöttem. Nyilván ennek tudatában, hiszen ezeket a zsaroló hangokat én is hallottam, hogy majd akkor eh, nagyon későn fognak eh, felesketni. Eh, én, eh, én azt gondolom, hogy ezzel együtt jól, jól döntöttem, hogy ezt nem tettem meg. A, a Nagyon fontos és hatalmas köszönet ezen az úton is mindenkinek, aki támogatott. A, én a állattalási munkámmal ugye a megélhetésemet nem veszélyeztette a dolog, természetesen nem érint jól, hogy a, úgymond fizetésem az. az nem volt, de ezt nyilvánvalóan komoly munkával lehet pótolni. Viszont vannak olyan emberek, akik segítették a munkámat, akik bizonyos kockátokat vállaltak azért, hogy úgymond a képviselőségem mellett vállaltak munkát és segítették a munkámat. Természetesen azzal, hogy nem eskedtek fel, őket hozta volna nagyon nehéz helyzetbe. A kövérlászló most az emberek segítségével, az emberek segítségével az ő munkájukat tovább tudom fizetni a legalábbis nyáron. De a lényeg az, tehát megint nagyon sokat beszéltem, tehát én egy országősi képviselő vagyok, akit a Kövér László a jogaiban korlátoz, ezzel együtt ugyanazt csinálom, mint eddig. Tehát ugyanúgy járom az országot, és ugyanúgy beszélek ügyekről, és ugyanúgy képviselem az zuglójakat is. Köszönöm szépen. Egy rövid kizene után folytatjuk a beszélgetést. No hát akkor innen folytatjuk dr. Hatházi Ákos képviselő a beszélgetést. Az első kérdésem az, hogy a téged ért erre az abszolút alkotmányellenes helyzetre, a visszaélés szülte helyzetre, az ellenzéki pártok reagáltak a parlamentben? Tehát érzed, hogy van együttérzés, van támogatás, fenyegetőznek azzal, ha nem járnak el veled tisztességesen és törvényesen, akkor ők is valamilyen akciót. Hát ezt nem olyan nagyon érzem egyelőre. A Hálás vagyok, ugye, hogy egyáltalán fölvetik, momentum szokta fölvetni a házbizottságon, ez természetesen hálás ezért az ember. És ismereteim szerint a mi hazánk nevű náci párt az például kérte, kifejezetten, hogy minél később legyen a, a felavatás, De ugye azt kérdezett, hogy mi az ellenzék, hát a mi hazánkat, hát ugye ők nem, nem ellenzék. Ők nem ellenzék. A, vannak olyan számomra, nagyon meghatározó egyének, egyéniségek nem a pártok között, hanem az az ellenzék, akik azt mondták, hogy ez megint egy indok lehetne arra, hogy akkor hagyjuk ott a parlamentet. Tehát akkor, hogyha ezt meg lehet csinálni egy képviselővel, akkor pláne nem nagyon tudom, hogy miért kell ott még részt venni napi rendelőtti meg interpellációkba, meg ilyenekbe, bár azóta, meg, tehát ennél szerintem sokkal súlyosabb, aki szerény személyemnél súlyosabbok, ugye ez a honvédelmi vészhelyzet, vagy háborús veszélyhelyzet, amikor pláne meg lett volna az indok arra, hogy e, e, akkor most már tényleg mi értelme van ott a parlamentben. Tehát on, onnantól kezdve tényleg csak az van, hogy eljátszuk, mint hogyha lenne parlament, hiszen a kormány a veszélyhelyzet alapján gyakorlatilag azt csinál, amit akar, tehát innen már a látszat sincs, hogy akkor ő neki. Ugyan két napon alatt át tudna vinni bármilyen tör, törvényt, és ugye még az egészségügyi veszélyhelyzetnél valahol, valahol lehetett az se volt természetesen indokolt, hogy jó, hát mi van akkor, hogyha majd ugye betegek lesznek a képviselők, és akkor nem tud felállni a parlament. Jó. De most, tehát ez nyilvánvalóan az a nap, amikor ezt a parlament is elfogadta ennek a meghosszabbítását, az nyilván az a nap, amikor onnantól kezdve papírja van, a parlament saját magának adott egy papírt, hogy itt már nem parlamenti demokrácia van. De most akkor meg minek vagyunk bent? Tehát azért, hogy két hetente egyszer egy Telex címlapon legyünk egy fél napot, és és akkor egy ilyen szónokverseny van, hogy most akkor a, nem tudom, hat vagy hét szónokból ki lesz a címlapon, vagy ki lesz a címen. Tehát ilyen eddig is volt, és ezzel ugye nem jutottunk nagyon sokra. Én viszont nagyon sokba került nekünk, mert abba került, hogy segítettünk fenntartani a demokrácia látszatát. Úgyhogy egyelőre nincs, nem érzem a nagyon nagy szolidaritást, bár mondom, van olyan információm, hogy van erről beszélgetés, és nyilvánvalóan indokoltnak tartom. Hát nem egyszerű a helyzetet, de hát az ellenzék sem egyszerű. Különös tekintettel arra a nemrég röppent hírre, ami szerint a Fridesz frakció vezetője azt fogja javasolni, hogy egy időben legyen két választás, az Európai Parlament és az önkormányzati választások, és ezt mindezt arra való hivatkozással, hogy így olcsóbb lesz, hogy megyesi Pétert idézem, olcsósítják a, 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 a választásokat. Én ennek a részleteiben nem szeretnék nagyon mélyen belemenni, de az természetes, és aki egy picit átgondolja itt a dolgokat, és akár a ellenzékkel is kritikus, vagy akár a kormányjal is kritikus, ez természetes, hogy ez egy hatalomtechnikai kérdés, amelyik nem biztos, hogy csak a kormánynak jó, hanem lehetnek olyan ellenzéki szereplők, akiknek ez egyébként ez egy megfelelő döntés. Nem szeretnék részletesen ebbe belemenni, viszont a az biztos, hogy ha belegondolunk, természetesen ter 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 teljes nonsensz. Tehát ugye egy, egy korábbi önkormányzatot megválasztották ugye 5 évre, tehát annak ősszel jár le majd a, a abban az évben a mandátuma, nyilvánvalóan nem lehet ezt lerövidíteni, tehát az már teljes nonszensz lenne. Tehát ezek szerint, a elképzelések szerint ugye meg lenne tavasszal egy választás, és aztán majd a megválasztott polgármester, egy önkormányzat, az majd vár őszig, amíg ő hivatalba lép. Hát gondoljunk bele, hogy ugye egyrészt a, aki ott maradt és esetleg vesztett polgármester, és már tudja, hogy következő alkalommal nem lesz. Egyrészt béna kacsa lesz, mert ugye elvileg nem nagyon tud már semmit csinálni. Másrészt viszont arra meg van lehetősége, hogy gyorsan kilopjon onnan mindent, és tönkre ott mindent, hogy hát ha már én nem vagyok, akkor, akkor majd nézzétek meg magatokat. Tehát egy teljes, nyilvánvalóan teljes nonsens, és nyilvánvalóan csak hatalmi játszma ez, Ö, és, és ö, ö, viszont nem vagyok benne biztos ö, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem csak a ö, Fidesznek, hanem ellenzéki körökben is lehet, akiknek ez, ez jól jön, de ezt nem szeretném, itt ki ö, ö, Kifejteni, inkább ha már ugye, hogy, hogy itt ilyen sok idő van beszélgetni, nagyon sokszor mondják, hogy mekkora zseni a, a, az, az Orbán, ezért mindig nagyon haragszom, gyakorlatilag semmi más nem csinálnak, ezt bizonyíthatóan tényszerűen lehet bizonyítani, mint franchise rendszerben, ugye veszik át az oroszoktól a különböző ö, ö, eszközöket. Hatalomtechnikákat. Hatalomtechnikákat, hát szinte szó szerint is. Sajnos bizonyos tekintetben a náciktól is, tehát ezt, ezt is Ügyesen ki lehet, ki lehet a két. mutatni, hogy, 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 onnan nagyon sok mindenbe. Sőt, hát lehet, hogy ugye ez kerülő úton, tehát hogy az oroszok ugye a náciktól vették át a technikákat. Ezek, ezek nem zsenialitások, de hogyha ugye azt kell mondani, hogy mi volt egyetlen egy innovációja, az egy hasonló innováció volt Orbán részéről, amikor ugye 2010-ben kétharmaddal megnyerték a választást, és ott még ugye akkor azt hiszem, tehát 360 fős volt a parlament. 384. Sokkal-sokkal nagyobb volt a parlament, de akkor is ugye ezt mondta, hogy hát olcsó legyen a parlament, ezért aztán levesszük a képviselők létszámát 200-ra, meg majd a polgármesterek meg nem lehetnek azok, és mindenkinek dönteni kell. Onnantól ez az összes Fideszes tudta, hogyha minden tökéletesen alakul számukra, tehát ha nagyon jól kormányoznak, nem veszítenek ö, szavazatokat, ö, minden tökéletesen alakul, akkor is ö, sokkal kisebb lesz a Fidesz frakció, mint előtte. Tehát hogy akkor is nem tudom én, ö, 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 száz ember, száz addigi Fideszes képviselő nem lesz, tehát vége lesz a karrierjének. Gyakorlatilag az Orbántól fog függeni, és innentől kezdve ugye én benne voltam sajnos abban az időszakban, még, tehát én tudom, hogy voltak kritikus hangok a Fideszben, tehát, tehát voltak. De onnantól kezdve hogy tudták a képviselők, hogy ő nekik csak Orbántól függ majd a hatalmuk, onnantól kezdve a parlamenti szavazások és a párton belüli szavazások is nyilván így működnek, mint egy ilyen reflex játék, hogy ugye ki tudja gyorsabban megnyomni a gombot, és aki a másodperc része alatt megnyomja, ugye ő, 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 ő akkor Ö, nagyobb híve az Orbánnak, és onnantól kezdve egy csapásra a belső kritikus hangok azok elhaladt, el, elhallgattak. Tehát úgy kapcsolódik ez az eredeti kérdés, hogy ez is egy ilyen választástechnikai, úgymond az olcsóságra hivatkozó, az valóban egy nagyon innovatív hatalomtechnikai, bár nagyon piszkos hatalomtechnikai lépése volt. Hát én azért hat hivatkozzak két szakértőre. Az egyik az dr. Szó Tóth Zoltán, aki a rendszerváltás óta ott ült, az ellenzéki kerekasztal választási jogi szakértője volt, a másik pedig Szentpéteri Nagy ő, Richard, alkotmány jogász, akik mint választás jogi választási törvényi szempontból, mint alkotmányossági szempontból abszolút elfogadhatatlannak tartják, és a legfontosabb érv, amit az alkotmány jogász mondott, hogy tulajdonképpen, és ugyanezt mondta Tóth Zoltán is, hogy két teljesen különböző dologról van szó. Az egyik az a, a lokális a saját életünkbe való beleszólás lehetősége, a, a szubszidiaritás megvalósulása, hogy ott szülessenek a döntések, ahol ezeket meg fogjuk élni. A másik pedig az európai közösségbe való részvétel. Hát ez abszolút olyan, és ezt egy időbe hozni, ez azt fogja jelenteni, hogy egyikre se fog kellő figyelem kiterjedni. Tehát gátolja a választópolgárokat a választás szabadságába. Jó, Beszéljünk róla. Ezek egyébként nem. teljesen. De nem, szívem, jó. Azt gondolkodtam, hogy kicsit, azt mondom, beszéljünk egy kicsit még róla. A, tehát egyrészt ezek teljesen igazak, nyilvánvalóan teljesen agyrém, teljesen igazak, természetesen. Magyarországon az, hogy valami alkotmány ellenes lenne, tehát a Fidesz a saját alaptörvényét is bármikor szívesen, vagy, vagy minden további nélkül átlépi. Tehát van egy olyan alkotmánybíróság, amelyik többször bizonyította, hogy a, kezéből eszik, és borzasztóan szégyelni kell, tehát azt üzenem neki, nem hallgatják ezt a műsort, de, de nyilvánvalóan ezeknek az embereknek, a unokáiknak is szégyelni kell, hogy ott voltak. Ezek az emberek borzasztó okos emberek, intelligens emberek, és ezt felvállalták, és megcsinálják, az unokáik is szégyelni fogják, de a dédunokáik is szégyelni fogják, hogy ebben e, részt vettek. Tehát Magyarországon ilyenekkel jön, hogy valami alkotmány ellenes, alaptörvény ellenes, e, a, ez, ez, ez teljesen fölösleges, mert következménye nem lesz. Azzal együtt, hogy egyetértünk, tehát persze, teljes nonszensz. Meg amit én mondtam, amiatt is, hogy megválasztom Márciusban, aztán majd csak októberben lesz. Tehát ilyen, ilyen természetesen nincs. De ugye akkor egy kicsit azért kifejtem, hogy én mire gondoltam ez a Fidesz, hogy ez miért jó a Fidesznek? Mert nyilvánvalóan nem a spórolni akar. Tehát spórolás az nem nagyon szokott ö, szempont lenni ugye a, a, a Fidesznél. Hát nem tudom én, hogyha valamelyik új stadionban mit én, nem aranyból csinálják a WC-t, csak simán abból ezt meg lehet egy ilyen választásnak a költségét spórolni. A, a hatalom technikailag ez azért lehet fontos a Fidesznek, és azért lehet bizonyos ellenzéki köröknek is jó, mert természetesen a két választás az, az különbözik. Az Európai Uniós választáson ugye nincsen együttműködési kényszer az ellenzéki indulók között. Tehát a parlamenti választást azt már úgy alakította a Fidesz, hogy ott ugye nagyon muszáj, de az önkormányzati választásokon ö, meg korábban is ö, nagyjából olyan volt, ö, hogy a együttműködési kényszer van, hiszen ugye a parlament, nem, nincs második forduló, teljesen természetes, hogy, hogy a, 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 parlamenti pártok között, vagy az ellenzéki pártok között együttműködésre van szükség. És akkor az még a Volner féle javaslat, ami, ami, azt az behozta, 71 igen, igen amiben nem vagyok biztos, jelölt. hogy az csak a Volnernek a jelöltje Igen, igen. Ugye ez az országgyűlési választásnál így volt, tehát amikor ő kvázi ő kényszeríti bele az ellenzéki pártokat, hogy együtt kell működnötök. Ezt a együttműködést végül ugye az ellenzéki pártok jobb vagy rosszabb módon ugye itt meg tudták oldani, de teljesen természetesen, hogy az LP választáson arra készültek, hogy ez, ez akkor nem kényszer és kvázi lehet valódi választásról beszélni. Nem beszélve arról, hogy azért nagyon úgy tűnik, itt a beszélgetés első részéből is természetesen nyilván az derült ki, és ez, ez, ez nyilvánvalóan nem sokak számára ez nem kérdés, hogy könnyen lehet, hogy kell új erő. Tehát nyilván a Fidesznek nagyon... Nagyon jó ez a státuszkó. Tehát ő azt látja, hogy nekem jók ezek a pártok, ez így, ez így nekem, nekem jó. De ne legyen új. Vagy ha van új, akkor majd én megmondom. Tehát, hogy én csináljam meg. Fidesz abban a helyzetben, hogy ilyet is tud csinálni. Tehát jönnek ilyen információk, hogy lesznek itt ilyen újrainduló politikusok, akik, akik háttérbe vonultak, és majd úgy megcsinálják, és majd ők lesznek az újak. Tehát, de de alapvetően, természetesen azt látjuk, hogy mindig félhet egy hatalom bizonyos pontig, tehát amíg ugye nem csinálta meg még azt a, a teljes diktatúráját, addig lehet félni egy-egy újabb pártól. Nyilvánvalóan a. a ezzel, tehát hogy Európai Uniós választáson egy ilyen, ha lesz ilyen, akkor ennek ennek könnyebben indul. De hogyha ugye oda teszi mellé rögtön, na most akkor össze kell fogni, mert a önkormányzati választáson meg természetesen muszáj, akkor ez egy esetleges ilyen új párt, vagy politikai erő, az nyilvánvalóan nehezebb helyzetben van. Tehát én erről beszéltem akkor, amikor azt mondtam, hogy adott esetben ez a húzása a Fidesznek, ez még a bizonyos ellenzéki erőknek is, vagy magát ellenzéknek mondó erőnek is segíthet. Javára lehet. Utolsó negyed érünk, és ilyenkor minden beszélgető társamnak felteszem azt a kérdést, hogy hát azt már tudjuk, hogy itt rossz, vagy ez nem jó. Se a kormány, se az ellenzék, tehát nem Mit tehetünk? Tehát mi ebből a kiút? És hát nyilván te, aki egyedül vagy, valamiért képviselsz, mert láthatóan nem nyugszol bele ebbe a helyzetbe, és nem fogadod el, hogy ez statikus és megváltoztathatatlan. Ugye a kérdés, hogy egyénileg vagy úgymond ellenzékben mit tehetünk. Most sajnos ott tartunk, hogy úgy beszél az ember megkérdezik, amikor egyéni beszélgetésekben, vagy akár egy ilyen beszélgetésben is úgy kell néznem, hogy ott ül a hallgató, és ő neki mit tudok mondani. Mert nagyon sokan kérdik, hogy és akkor én mit tudok tenni. Uh, alapvetően most a, én azt, azt, azt gondolom, hogy uh, uh, egyénileg talán az, az a legfontosabb, hogy magunkba tisztázni, amit kérdeztél, itt a kérdésben is benne volt, magunkba tisztázni, hogy ez nem lehet egy statikus állapot, nem, nem fogadom el azt, ami most van. Ez a, ez a, legfontosabb, ugyan egy úgymond szimbolikus ügy megkapta múltkor a gulyás marci beszélt, hogy egy túl sokat beszélek szimbolikus ügyről, de hát fontos. Tehát nem lehet ezt nyilvánvalóan így most elfogadni, és azok, akik abszolút nincsenek benne szerencséjükre, úgymond így a politikában, azoknak ezt ugyanúgy végig kell gondolni magukban. Azt is végig kell gondolni magukban, hogyha nagyon-nagyon sokan egy rossz következtetés vannak le ebből a választási kudarcból, és sajnos sokan vannak ilyenek, és azt mondják, hogy innentől kezdőjük ezzel nem foglalkoznak. Tehát eddig csinálták, meg jöttek, meg vállaltak kockázatokat, innentől kezdve nem, nem vállalnak kockázatokat. Ha ezt nagyon sokan így gondolják, és, és így is marad a gondolkodásuk, akkor teljesen borítékolható teljesen politikolható, hogy a következőnek is ez lesz az eredménye, meg a következőnek is ez lesz az eredménye. Tehát, hogy mit tud valaki csinálni, most azt tudja mindenki csinálni a saját kis köreiben, hogy azt mondja, hogy nem nyugszom ebbe bele, nem nyugszom ebbe bele, és megpróbálom a környezetemben is rábeszélni az embereket, akikkel beszél, nem lehet bele nyugodni. A hatalmas különbség van a ellenzék által mondottak és az én általam mondottak között. Az ellenzék azt mondja, hogy elég másról beszélni, tehát máshogy kommunikálni, mint ahogy eddig. Ugye ez lett a nagy elemzéseknek a vége, hogy a választás után senki nem mondott semmit, azt mondta, hogy majd elemzünk, és utána pedig az lett a nagy elemzéseknek a vége, hogy hát más, másokról kell beszélni, mint ahogy eddig beszéltünk. Én pedig azt mondom, hogy bármiről beszélünk, amíg az a bizonyos négy p az megvan, tehát ugye a pártállam ö, ö, megvan, megvan a, a propaganda gépezet, talán ez a legfontosabb. Ö, ott van az a hatalmas pénz ö, ö, a, a különbség, az a hatalmas pénz között, amit a, a Fidesz el tud költeni, és amíg ott vannak azok a pártok, amik ö, ö, beletagozódnak ebbe a rendszerbe, ö, amíg ezek a játékszabályok vannak, addig nem, nem változtathatunk. Tehát ö, ha nem tudom biztos, hogy, benne, hogy hallják ezt a rádiót is, azért csináljátok, és e, 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 ahogy látom, ugye nagyon fontos jó embereket e, hívtok meg rajtam, kívül nem magamról beszélek, <laughs> e, de aki ezt hallja, azt tudom, és mindenki, akivel beszélek, mit tud tenni? Azt tudja tenni, hogy nem adja fel. Ez nagyon fontos, látszólag kevésnek tűnik, de nem e, adja fel. És e, meg kell keresnünk azokat a. E, Pillanatokat, amikor igenis ö, ö, nyomást lehet majd gyakorolni a kormányra, de a játékszabályokért kell, tehát csak akkor nyerhetünk, el fog bukni minden, el fog bukni a, a ö, 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 akár. A... Nyilvánvaló mindig lehet, és ezt meg kell érteni, a másik dolog, amit meg kell érteni, hogy mindig lehet nyomást gyakorolni a hatalomra, a tanárok is gyakorolhatnak nyomást, ha sokan csinálják egyszerre. Tehát ezt kell, ez kell jól megérteni. Hogyha azt kérdezed, hogy ugye itt, itt, itt hatalom, technika, mert az a másik kérdés, ami szokott lenni, hogy kell-e új párt, én azt gondolom, hogy nyilván kell, hogy ezt meg lehet, és mikor kell megcsinálni, és hogyan, az egy kérdés. Csak akkor lehet megcsinálni, és szabad neki kezdeni hogyha biztos, hogy ezt ö, 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 máshogy lehet, mint ahogy eddigi próbálkozások voltak. Nyilván voltak nagyon tisztességes próbálkozások, amik elbuktak. Erről tényleg nem szeretnék belemenni. Az, és nyilvánvalóan megfelelő időben kell megcsinálni. Túl sokat, túl sok volt már csalódás az emberek részéről, hogy, 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 hogy itt esetleg egy rossz, vagy egy újabb kudarcos próbálkozás legyen mondom, az eddigek elhangzottak alapján erre is lehet szükség, de az lényeg, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e új párt, vagy nem, hanem, hogy milyenek lesznek a játékszabályok a következő választáson. És hát, ha szabad az én véleményt is elmondani, azt nem tudom, hogy új párt kell-e, de a új gondolat az kell. Mert amint az előbb mondtál, hogy, és tényleg ez volt az elemzések vége, hogy másról kell beszélni, és máshogy, hát ez nem gondolat. Ez egy kommunikációs technika, Igen. amit vagy meg lehet tanulni, vagy nem, de ennek nincs tartalma. Tehát a nagy baj az, hogy nincs, nincs innová Innováció, politikai innováció, és hát ö, ö, úgy látszik, hogy az ellenzéki oldalon elég erőteljesen jelen van az intellektuális deficit, tehát terhelt a társaság, mert nem láttam a választási kampányban se olyan gondolatokat, amit én egy-két hét elteltével idézni tudnék ez már kommunikációs technika, hogy úgy legyen megfogalmazva, hogy idéz, idézhető legyen, de a tartalmát illetően. Tehát mert mire van ennek a népnek szüksége? Valami olyan közös nemzeti vízióra, jövőképre, ami reményt kelt. De hát ami nem azt mondja, hogy ilyen rossz a Fidesz, nem is kéne a Fideszről beszélni, meg a kormányról, mert ezt minden ember a maga bőrén érzi. Tehát nem kell őket meggyőzni arról, hogy mi is tudjuk, hogy neked milyen rossz, hanem arról kéne beszélni, hogy mi az én ajánlatom, hogy tudsz ebből kitörni, hogy tudunk ebből közösen kitörni. Ez fontos, hogy közösen. Ez részben igaz, és nyilvánvalóan teljesen igaz. Én amit mondok, hogy. Egyrészt egyébként voltak az ellenzéknek. Tehát egy normál választáson ezeket el is tudta volna juttatni az ellenzék. Tehát persze egyrészt annyi gond van, és annyi mindenre kell, annyi mindent meg kéne változtatni, hogy persze az egy kommunikációs kérdés, hogy kivettünk-e ezekbe a legfontosabbakat. De megint csak ott tartunk, hogy ahhoz, hogy megnyerjünk egy választást, hogy megnyerjünk egy kommunikációs csatát, ahhoz a csatornák kellenek. Tehát én a legjobb kommunikációs ö, eszközöket is, hogyha bevetem, tehát ugye sokan beszélnek erről, mert tulajdonképpen ugyanarról beszéltem, amit a pártok is mondanak, hogy másról kell, máshogy, más, mást kell mondani. Ö, a legjobb kommunikációs eszközeim vannak, vagy a legjobb szakértőim vannak, és megfogalmazom ezt a bizonyos víziót, ami egyébként maga a, a, a ellenzék választási programja az egy, az egy teljesen korrekt és jó ö, ö, program volt, de amíg ő eljut 8 millió emberhez a, a, a propagandán keresztül, eljut azokhoz is, akiket baromra nem érdekel egyébként a politika. Én pedig eljutok ahhoz az 1-2 millió emberhez, aki azért elolvassa, aki keresi, hogy mi az igazság, elolvassa független híreket, aki eljut egy ilyen ö, stúdiónak a, 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 a beszélgetéseihez is. Ö, ebből, vagy ATV-t szokták mondani, egy teljes úgymond átverés, vagy önáltatás 150 ezer ember nézi, vagy 200 ezer ember nézi, ha én csak őket tudom meggyőzni, akkor mondhatok én bármit, tehát hogyha még az aranycsinálásnak a a, 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 tudományát is tudom, és elmondom, hogy én azt tudom, eh, akkor sem fognak engem megválasztani, mert a propaganda az eh, erre meg fogja találni a megfelelő választ, hogy ez miért lenne helytelen. No, ö, nem akarok neked ellent mondani, mert lassan lejár Szerintem egyetértünk, meg értjük de egymást, de meg. én de sem ellentmondtam neked. Igen. Csak tudod, ö, ö, a, ott a, abban a között, ahol én lakom, én nem láttam az ellenzéki, a közös ellenzéki Jelöltet. Tehát anélkül, hogy ne legyen élő kapcsolata, Persze. mert azt mondja a kommunikációs iskola mindegyike, hogy egy ember, 50 másik emberek adja Persze. át a tapasztalatát. Igen. Tehát Igen. ez a leghatékonyabb Igen. eszköz. Tehát ezt nem lehet megspórolni. Ez oda, oda kell menni, csak kérdezni kell az embereket. Hát ráadásul hogy... nem az utolsó pillanatban. Tehát ugye ott voltak hősök ezek között a jelöltek között, a, tehát külön az egyéni jelöltek többsége az nagyon jó jelölt volt a hős volt, mert vállalta, amit most ugye kezd helyen nem vállalt senki se, hogy, hogy, mi fog vele történni. De ezt nem az utolsó pillanatban kell megtenni, ugyanakkor, tehát ez megint nekem egy gyakorlati javaslatom volt, amiből sajnos úgy tűnik, hogy nem lesz Csak. nagyon semmi, hogy ugye van 50 nem tudom hány fizetett politikusunk, ellenzéki politikusunk, ő neki személyesen oda kell mennie a, a településekre ahhoz, hogy megtalálja majd azokat az embereket, akiket láthatnak ott a választók, és azt mondják, hogy na, a Józsi vagy a Pista, na, ez ellenzéki. Ezek most nincsenek. De nem csak, a, most már nem, lassan nem is, a, csak a falvakban kisvárosok is vannak olyanok, ahol nincs, aki felvállalja, hogy ő ellenzéki. De ez nem egyik napról a másikra megy. Tehát az a jelölt, aki ott a végén gyakorlatilag egy hősi munkával volt olyan jelölt, egy teljes hatalmas békési körzetben kérdeztem, hogy is akkor mi, 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 van, mi a, mi a stábod? Hát azt mondja, én meg a két fiam, meg még talán van egy, nem tudom, egy momentumos. Ez, 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 ez így, ez, így, ez, így, ez így nem megy. No hát, időnk végére, vagy az óra végére értünk. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt képviselő úr, vagy kedves képviselő úr, hogy időt szakítottál ránk, és idejöttél, és uh, hadd ajánljam fel a lehetőséget, hogy bármikor úgy érzed, hogy van olyan mondatod, amit érdemes megosztani, akkor szeretettel várunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Elnézést, ha esetleg túl hosszan beszéljön. Nem beszéltél köszönöm. hosszan. Köszönjük szépen. Ez itt az Oltalom Rádió Mindenkinek.